1848. márciusának első évfordulóján igen nehéz volt a harci helyzet. Hogyan emlékeztek meg a forradalom és a szabadságharc kitörésének első évfordulóján? Erről beszélgetett Cinege Levente Babuts Zoltán hadtörténésszel, a Magyarság Kutató Intézet ügyvívő szakértőjével. 1849. március 1-én hogyan emlékeztek meg az első évfordulóról? És itt a vámőrséget is meg kell említeni, igaz? 1848. március idusának az első évfordulóján igen nehéz volt a hadihelyzet ugye Magyarország területén. Már túl vagyunk a kétnapos kápolnai csatán, amelynek eredményeképpen egy döntetlenre végződött maga az összecsapás. Igaz, hogy Windischgrätz herceg tábornagy azt jelentette a bécsi udvar számára, hogy a lázadó csordákat szétverte, és hamarosan Debrecenbe fog érkezni, aztán ennek eredményeképpen majd szépen pontot tesz ennek az egész háború a végére. Azonban Debrecenben például a kokáért 1849. március 15-én megülték a magyar szabadság ünnepét, ami azt jelentette, hogy az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a felhívására a városban állomásozó helyőrség is kivonult erre az eseményre. De reggel 9 órakor már ágyúlövéssel kezdték az ünnepének a kezdetét. Itt a csapatok felett a városparancsnok szemlét tartott. Ezt követően felekezetenként tartottak istentiszteletet, ami azt jelenti, hogy a katolikus templomban Bémer László nagyváradi püspök prédikált, míg a református nagy templomban Kossuth papja, vagy hogy még máshogy is ismerik az aranyszájú papa, következőt mondta: mi az igazság terén állunk, mi egyetértünk, s egyet akarunk, mi mindnyájan a hazát akarjuk megmenteni, s így velünk az Isten. És ha Isten velünk, ki ellenünk. Na most ez volt ugye a napnak az egyik legnagyobb eseménye, vagy ezt követően a délutáni órákban a mai Nagyerdő területén tartottak népünnepét, ahol kisebb-nagyobb szónoklatok is elhangzottak, ám bátor a korabeli sajtóból tudjuk azt nagyon jól, hogy nem túlzottan úgy beszéltek a szónokok, mint ahogy azt a nép elvárta volna tőlük. Azonban ez a nap azt is jelentette, hogy az egyéves évforduló alkalmából őrmestertől lefelé a honvédség állományomban lévő legénység állományú katonák, tehát ezek a honvédek dupla napi díjat kaptak, illetőleg többek között még Kolozsváron is tartottak ünnepét, ahol szintén kivonult a helyőrség, tedeumot mondtak a templomban. Aztán, hogyha tovább nézzük a térképet, akkor ugye láthatjuk azt, hogy azért nem volt olyan nagy terület az Országos Honvédelmi Bizottmány kezén, ahol megtarthatták volna a magyar szabadság ünnepét. Ott van például Szeged, ahol a pécsi 8. honvéd zászlóinak ezen a napon volt a zászló szentelés ünnepsége, és ugye a kérdés például felmerül, hogy Kossuth apánk hol volt ekkor. Na most Kossuth nem Debrecenben volt ezen a bizonyos nagy debreceni népünnepélyen, hanem éppenséggel a hadseregnél tartózkodott. Ugye március 14-én ment a csapatoknak a meglátogatására, ami azt reményezte, hogy Klapka György ezredes első hadtestét, illetve Damjanics János harmadik hadtestét szemlélte meg. Ott van még Komáromnak a helyőrsége, ugye komáromi erődünket a császári a kostonzár alatt tartották, de ez nem akadályozta meg a védőket abban, hogy megtartsák az egyéves évforduló alkalmából tartott ünnepségeket. És volt egy másik nagyon érdekes ünnepé, illetve rendezvény, amely a felvidéki Debrecenben, magyarán szóval Losoncon következett be. Ugye a Losoncot elfoglalták már ekkor a császári csapatok, ami azt jelenti, hogy a városban volt némi nemű császári helyőrség is, és mondhatjuk azt is, hogy a vezetőség voltak éppen kollaborálta a császáriakkal. A környező erdőségekben gerillák, szabadcsapatosok húzódtak meg, akik időre becsaptak a város területére, megpróbálták ugye az ott lévő császári kincstári készleteket zsákmányul ejteni, de ez akkor nem sikerült nekik. És március 15-én az esti órákban egy spontán fáklyás felvonulást tartottak Losonc főterén, és az esti sötétséget kihasználták Oroszhegyi Józsa gerilla csapatának a tagjai, akik beszivárogtak a városba. Ennek az lett a vége, hogy a város templomtornyaiban lévő császári zászlókat bevonatták, aztán pedig két nappal később sikeresen kifosztották a császári raktárat is. Na most kellőképpen berezelt a losonci városvezetőség, ami azt eredményezte, hogy Budára írtak egy levelet a Windischgrätz herceg tábornagynak, amelyben azt kérték, hogy császári csapatokat vezényeljen Losonc területére, hogy megzabolázzák ezeket a gerillákat. Ugyanis ugye tartottak attól, hogy ha nem tesznek feljelentést, akkor előbb-utóbb ugye fejükre vonják a bajt, és akkor a várost igen nagyobb mértékben fogják majd megsarcolni a császári csapatok. Tehát dióhéjban ennyit lehet elmondani, hogy 1849. március 15-én az első éves évfordulón mi történt a Honvédelmi Bizottmány területén lévő területeken.